Biztonság hete, szeptember 23-a és 28-a között, budapesti és vidéki helyszíneken. Biztonság hete 2019. Bővülő együttműködés, izgalmas programok. A Biztonság hete tematikus programhéd a MABIS kezdeményezésére indult el, és 2019-ben immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége által megrendezett Biztonság hetére 2019-ben szeptember 23 és 28 között kerül sor. Azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy megismerkedjenek ezekkel a különböző foglalkozásokkal. Ezen kívül itt például a tűzoltóságnál próbálhatnak tüzet oltani, vagy lehetőség van egy füstsátornak az alkalmazására, ami nagyon tetszett neki, különleges volt, hogy bementek és alig látták egymást, kereshettek különböző tárgyakat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb élmény számukra ezen a programon. Reggel is izgultam, amikor kinéztem, lesz eső, nem lesz eső, aztán látjuk, hogy süt a nap, minden helyére került. Nagyjából így van az egész rendezvény héttel, hogy egy kemény, egyéves szervező munka sok problémával megoldandó feladattal áll mögöttünk, és a végére szerencsére minden összeállt. Sokkal többen vannak, mint tavaly voltak részvevők, gyerekek, de ez természetes is, hiszen egyre több érdekelt szervezet vonódik be a szervezésbe is, vesz részt utána az eseményekben, egyre változatosabbak a programok, úgyhogy bízunk benne, hogy egy sok éven keresztül tartó rendezvénysorozat lesz, ami nem csak a részvevőknek a tudatába épül be egyre jobban, de talán az oktatásba is mindinkább az oktatás része lesz, hiszen éppen ez a cél, hogy a biztonság, a mindennapi biztonság az a mindennapok oktatásának és a mindennapok gondolkodásának a részévé válik. Biztonság hete záró programon a Hege Show nem csak egy látványműsort fog előadni, hanem igazából arra próbáljuk sarkalni a fiatalokat, hogy mennyire fontos a biztonságos kerékpározás, hiszen mi az extrém sportbemutatóink alkalmával védőfelszereléseket használunk. Én azt javaslom a fiataloknak, hogy mindenféleképpen viseljenek védőfelszerelést, tehát sisak, kesztyű, sípcsontvédő, az legyen egy ilyen alapja az extrém sportolásnak, vagy éppen a kerékpározásnak, és emellett természetesen ne közúton tegyék ezt, hanem választanak olyan kijelölt edzőhelyeket és pályákat, ahol minden biztonságos körülmények között lehet gyakorolni. Hát én már harmadik éve a Magyar Biztosítók Szövetségével együttműködve hirdettük meg a Biztonság hete programsorozatot, és elmondhatjuk itt a záró esemény alkalmával, hogy ez az év az eddigi évek által elért eredményeket túlteljesítve sokkal több gyerekhez, felnőtthez jutott el a program. És nem csak Budapest és Pest megyében, hanem az ország valamennyi megyéjében zajlottak aktivitások. Nagyon fontos, hogy ezeket a programokat tulajdonképpen úgy kezeljük, egységet képezzenek, hogy ne csak a közlekedés biztonságról szóljanak,
hanem akár a tűzmegelőzésről, élelmiszerbiztonságról, elsősegélyről, illetve a vagyonbiztonságról. Nekünk együtt kell működni, és ezeket az információkat el kell juttatni minden emberhez, hogy egy hiteles személytől kapják meg azokat az ismereteket, amit későbbiek során hasznosítani tudnak.